Az elmúlt héten egy újabb fejlesztés zajlott le a Beremendi kábeltelevíziós rendszeren. A digitális csatornákkal rendelkező ügyfelek most már az úgynevezett műsorújságot is nézhetnek a televíziójukon. Ehhez szeretnék most egy kis segítséget nyújtani mindenkinek, hogy hogyan is lehet ezt elérni, ezt a digitális műsorújságot, és hogyan lehet működtetni. Ami nagyon fontos, és az egyik legfontosabb, hogy anélkül nem fog jól működni ez a rendszer, hogyha nincsen beállítva a pontos idő a televízión. Ezt most megmutatnám. Ez egy LG televízió, ami most itt végig fogjuk mutatni ezt a folyamatot. Azt azért el kell mondanom, hogyha valakinek nem LG televíziója van, vagy esetleg kicsit régebbi típusú, akkor lehet, hogy a gombokat máshol vagy más elrendezésben fogja megtalálni, de biztosan megtalálható. Tehát itt nálunk a Guide gombot, ha megnyomjuk, akkor ugye itt látjuk, nincs beállítva, már is kiírja nekünk a készülék, hogy be kell állítani a pontos időt, közben már el is tüntette, de mi újra visszalépünk, beállítjuk a pontos időt. A legelső dolog az, hogy az időbeállításnál kézi beállításra kell átállítani a készüléket, aztán a lefelé gombbal lépünk egyet, akkor már látjuk a dátumot, gyakorlatilag a mai dátum az ugye április 12, tehát beállítjuk itt a 12-t, lépünk egyet lefelé, a hónap az április, vagyis év 2017, és most fogok egy kis segítséget kérni operatőr kollégámtól, mennyi a pontos idő? 14 óra 43, pillanat gyorsan megpróbálom odaléptetni, 14, visszafelé léptem volna, akkor gyorsabb lenne, de így is megoldjuk. Három, aztán az időzónát, egyebetűt beállította magának, és a végén a bezárásnál leokézzük a dolgot. Ezzel beállítottuk gyakorlatilag a pontos időt. Miután kiléptünk és beállítottuk az időt, utána már rendelkezésünkre fog állni a műsorújság, az elektronikus műsorújság. Ebben az esetben itt jelen készüléken az info gombot, ha megnyomjuk, itt látjuk, hogy éppen az RTL Klub HD változatát nézzük. Ha már rányomunk erre az info gombra, akkor már is kijön nekünk egy információs felület, ahol gyakorlatilag megnézhetjük azt az adott műsort, ami éppen megy, és egy rövid leíratát is annak, hogy éppen miről is szól ez a műsor. És hogyha a jobbra-balra gombbal egyet váltunk, a programváltással, vagy a következővel, bocsánat, hogyha megyünk, akkor meg fogjuk tudni nézni, hogy ezután a műsor után mi lesz a következő műsorszám az adott csatornán. Itt látjuk, hogy konyhafőnök VIP lesz, ez 15-10-kor kezdődik, 16-55-ig tart, és itt is látjuk a rövid leírását. Ez egy csatornára vonatkoztatva így meg tudjuk nézni. Ha viszont kíváncsiak vagyunk arra, hogy az összes csatorna, vagyis hát a csatornák többségének, amelyiken egyébként alapból működik a műsorújság, ott milyen tartalmak vannak, akkor a Guide gombra kell rányomnunk egyet, és ha ide rányomunk, akkor már is látjuk azt, hogy az összes általunk behangolt és olyan csatorna, amelyik rendelkezik műsorújsággal, azokon a csatornákon meg tudjuk nézni időpontokra lebontva azt, hogy mikor mi lesz, és hogyha belenyomunk gyakorlatilag az OK gombbal, erre mondjuk éppen itt az előző műsort látjuk, akkor látjuk ugyanígy gyakorlatilag a leírását ennek a csatornának, hogyha az OK gombra még egyszer lányomunk, eltűnik, hogyha a konyhafőnökre vagyunk kíváncsiak, egyet léptettünk, szintén OK gomb, már is látjuk azt, hogy mi lesz a következő műsornak a, és itt végig tudunk gyakorlatilag menni, ugye itt látjuk fent gyakorlatilag az idősávot, tehát idősávban is tudunk keresni, mondjuk ha mi tudjuk, hogy 19 órától szeretnénk leülni a televízió elé, akkor gyakorlatilag végig lépünk a 19 órás sávig, és már is megnézhetjük azt, hogy éppen akkor ott milyen műsorok fognak majd következni az általunk kiválasztott csatornákon. Hát gyakorlatilag ennyi a műsorújságnak a menete, és ebből áll ez a digitális műsorújság. Még egyszer elmondom, tehát lehet, hogy csatorna, vagyis hogy a távirányítókon lehetnek gombok, amik nem pontosan így néznek ki, mint a miénken, de egészen biztosan megtalálhatók, és ezen az elven bárki el tud igazodni nagyon könnyedén ebben a műsorújságban.